Igen, kedves kollégák, köszöntök mindenkit. Mai estén nagyon örülök, hogy ilyen szép számban összegyűjtött és tudott az ennyi a hallgató található házmányról. Már volt hallgató, a még rutinosabb egyetemi oktatók és kutatók között és sorában például, de most érkezik Szeleseni tanár, amivel ebben jelentéveztem fel. Nem számít, de 30 tanárról és szlovák tanárról jelen vannak. Ez az alkalom, amit nem éveztem fel. Ez az alkalom, mint látjuk a Magyar Tudományos Akadémia Kázmány Péter Katolikus Egyetem Frankói Vilmos római történeti kutató csoportjának már negyedik egyetemi műhely szemináriuma. Még a rendület korszakban, hogy 12-ben alakult ez a kutató csoport, mely a Katolikus Egyetemen működik az MPA, illetve most már ugye az ötös oktatási hálózatnak a támogatásával, azt a gyakorlatot valósítottuk meg olasz mintában az egy-egy részprojektet, mindig ugye egy történettudományban alapjellemzésnek tekinthető kiadvány egység, egy kötet foglal magában jelenik meg egy zár, de ilyen tavolat otthonta keretében mutattuk be kerekasztal beszélgetés keretében meghívott előadókkal. Ezt a rendszert is folytatjuk, de ezt főleg a római működési területünkre tettünk át. Így most november 24-én lesz egy másik projektünk, a lezárásos könyvnyitója a Római Szentkereszt Egyetemen. Itt a frankói korszakban 2017-től a projekt lezárások mindig az oktatáshoz távolban kapcsolódó egyetemi műhely szeminárium keretében történik, amely nyilvános, a szélesebb közönség számára így is érdekjük, és itt maga a végiges, a részprojektet, kutatást elkövető és a könyvben összefoglaló tartja ezeket az előadásokat. Sajnos a sors úgy hozta, hogy a 2017-es második alkalom után a negyedik alkalmat is nekem kell tartani a kutatócsoport vezetőként. Ezt követően jövőre viszont már Kutató Tamás és Keves Tamás tartanak ugye a kutatási részprojekteinket, hogy őket hallgathatjuk. A frankói kutatócsoport kutatási területe legyéből és kiderül Magyarország és a Kapocsóti Szentszék történő viszonya rendszerének a feltérképezése, illetve a pápai gyűjteményekben, ezek jó részt most már a Vatikánnak korlátozónak végzett hungarika föltárás. Ezen belül az én reszortom, főként a 17. századnak a vizsgálata. Módszeresen kutatva az 1600-as évek pápai magyar viszony rendszerét, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Pázmányra vonatkozóan, mert nem kifejezetten Pázmány kutatásról van szó, hanem egy olyan kutatásról, amelyekre Pázmány is beletartozik. Két nagy olyan jelentős forrás csoport volt, amely megfelelően még nem került föltárásra és kiaknázásra. Az egyik ugye a 16-os érseki kinevezés kapcsán keletkezett, az 1616-os érseki kinevezés kapcsán keletkezett forrásanyag. Ezzel kapcsolatos, ugye a 17 decemberi műhely szemináriumunk, ahol az eredményeket egy hasonló formátumú kötet tartalmazta a kollégája a Vatikának, a Hungária bolcsaképpen nem a 7-es számot, hanem a 6-osat viselte is, kánon kivizsgálás Pázmány Péterre volt a cím. A másik nagy forrás együttes, ugye Pázmány római követjárására vonatkozik, és tulajdonképpen megállapíthatjuk azt, hogy a magyar történelem szempontjából az érseki kinevezés kapcsán keletkezett dokumentumok talán izgalmasabbak és érdekesebbek. A nemzetközi jelentőség tekintetében a nemzetközi historiográfiai vonatkozásokban a római követjárásnak a forrása az egy izgalmasabb és számról tegyünk történeti forrás, hogy a tudnélik a legjelentősebb magyar részvételről.
szól a 17. századi nemzetközi diplomáciában. A királyság részéről, illetve személyes szerepvállalásról Erdély szerepét a 30 éves háborúban betlenül is, és a Rákóczi teremtése nem akarjuk lebecsülni. Erre a követjárásra 1632-ben került sor, a most 400 éve zajló 30 éves háborúnak ugye tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy a fordulópontján, vagy a betűpontján, tehát a legizgalmasabb történeti periódusában ennek a korabeli kis világháborúnak fókuszában indul Pázmány. Úgyhogy nagyon röviden, ugye főleg vázol a követjárás után a 30 éves háborús kontextusát. 1618-48-ig tart, ezt nagyon jól tudjuk, és azt mondhatjuk, hogy 1629-re Katolikus Liga és a Habsburgok és második Ferdinánd gyakorlatilag ugye megnyeri ezt a háborút, második Ferdinánd kiadja a restitúciós ediktumát, ami gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a protestáns térhódításnak legalább 60 éves eredményei vetné vissza és megállja a katolikus terjeszkedés tovább menetelének. Nagyon érdekes, hogy történetben nem először látjuk azt, hogy tulajdonképpen egy válság kezdete ugye a csúcson kezdődik. 28-29-ben a Habsburgok beavatkoznak a itáliai mantovai válságba, egy mellékhat szintén a 30 éves háborúnak a frontján. Ez igazából a pápának a nem tetszését is kiváltja, másfelől a francia Habsburg konfliktusnak, mert a 16. században, második Ferenc időszakában is ugye komoly ütközőpontja volt Itália, és nagyon érdekes módon ez a Habsburg hatalmi terjeszkedés úgy néz ki, hogy megnyer háborúban a Katolikus Liga fő szereplőinek, a magyaroknak sem tetszik. 30-31-es Regensburgi gyűlésen sikerül a franciáknak és titokban a pápai diplomáciának is, amelyet többször visszatérünk erre. Mély aggodalommal tölt el a Habsburgok itáliai hegemóniájának további erősödése, sikerül píket verni a Katolikus Liga tényezői közé, illetve a franciáknak sikerül északról a felületi és védállamot a birodalom területén beavatkozásra készíteni, és ezzel elindul a 30 éves háborúnak, a már majdnem megnyert katolikusok és Habsburgok által majdnem megnyert 30 éves háborúnak a svéd szakasza. A második Gusztáv Adolf jól felszerelt hadsereggel, jól ellátott és megfelelő hátországgal rendelkező hadsereggel menetel birodalom középpontja felé, nem csak reálpolitikai megfontolások, nem csak kódítás, nem csak a svéd hegemónia kiterjesztés a Balti-tenger túloldalára vezeti, hiszen akkor megelégedett volna Pomeránia megkódításával. A céljai között ott szerepel a vallásnak a védelme és a protestantizmusnak, rendesen az ő szempontjából az evangélikus vallásnak a védelme is, de itt még kifejezetten az egyik hadviselő férnél legalább kezdődik, hogy a Habsburgoknál is a vallás a szempontja, az kiemelt szerepet élvez. A vallásháborúról beszélhetünk. Tilly Wallenstein, a hadvezér sztárja, aki megérti a Habsburgokat, a háború szinte tehetetlenek. Három év után a Habsburgok katolikus és második Ferdinánd dinasztia, ugye ott tart, 1619-ben a bukásnak a szélén és ahová csak 1918-ban fog eljutni. Fölverül a rémei protestáns győzelemnek egy protestáns császár megválasztására és egy protestáns törzsői birodalomra is. Illusztráció mutatják, hogy mindezt elképesztő német területeken bekövetkezett elképesztő pusztítás közelette. Nyilván a Habsburg
diplomácia megpróbálja kiutat megtalálni ebből az igencsak szomorú helyzetből, mi a kiút és mi a megoldás, szoros katonai szövetség a spanyolokkal, itáliai államokkal, sőt, magát a pápát is beolva, tulajdonképpen vallási végveszélyben egy szent szövetségnek a létrehozása, közvetlen pápai segítségkérés, pénzsegítségkérés, újabb csapatokat tudjanak fegyverezni, illetve, ugye, mint hogy mégis a katolikus liga és a protestáns uniónak a szembenállásáról van szó, amelynek mögött azért ugye, a svédek bevonása tekintetében ott vannak a franciák, egy katolikus monarchia, a pápai tekintetében autoritásnak a kérése, hogy a franciák és ugye a jól is kell viselni, bíborosától irányul a francia diplomácia, hagyjon fel a titkos svéd szövetséggel. Egy egész diplomáciai invázió indul már 1631 végén Róma felé. Az állandóan követett Paolo Savelli herceget mozgósítják, elküldik az öcsét, Federico Savelli herceget, harmadik bíboros prágai érseket, és valamivel ő előtte Pázmány Péter Esztergomi érseket is Rómára küldi. A pápa segítségét kérjék a birodalom és a vallás szerint. Miért pápa itt tartottunk Pázmány Péter, már 62 éves az utat, nem csak olyan vitát, hogy nyilván átlátja ezeket a problémákat, ő maga is, és Habsburg alapvaló, erre majd még vissza fogunk térni. Itt van ugye magyar szempontból, ami most a nemzetközi színére annyira nem jelentős, annyira nem jelentős. Török fenyegetés, ami most ezekben az években nem aktivizálódik, béke van, csupakodói béke, szőnyi béke érvényessége határban van, de nyilván, de hogyha kimennek az örökös tartomány magyar félvári rendszer mögött, és lesz egy protestáns, az erdélyi protestáns fejedelemnek a szövetséges császár, az Magyarországnak legkevesebb ugye a királyságot, az erdélyi státusz, török-magyarországi státuszát jelentett volna, és ugye a katolikus Habsburg államegyháziság támogatói nélkül felekezett szervező munka, amit ő végez és még végezni számunkhoz, az veszélybe kerül volna. Ez Pázmány motivációja, zárójelben bejegyzem meg, hogy támogatosan engedélyt ér arra az uralkodótól, hogy a török elleni összefogás, nem csak a protestantizmus elleni összefogás kérdését is felvesse Rómában, erre nem kap engedélyt, és most már tudjuk az általmányozott forrásnak, teljes forrásnak valamelyik, ezt hadd előlegezzem meg, hogy egy privát beszélgetésre lehessen osztani ezt a kérdést, tehát annak időben Harukai Dalán és jó tűnő Gálló Gánagornak volt egy rövid közleménye ezzel kapcsolatban, hogy Pázmány foglalkoztatja a török kérdésen, most egyébként ezt véglegesen tudjuk, hogy nem, de az útján a motivációjú között ez megfigyelhető. Tehát a követjárás kontextus a 30 éves háború főként a háttérben török fenyegetés is. Kedves kollégák, nyilván való, hogy egy ilyen esemény nem került el már a történettudománynak a figyelmét, sőt azt is mondhatjuk, hogy a rangos historiográfiában az 1632 áprilistól júniusi tartó követjárása. Meggyászki Lajos báronát az 1830-as években kiadja a követségnek a fontosabb iratai. Ezeket kiegészíti a kritikai jelleggei, amit a Hannoi Ferenc a Pázmány összeadásban 1911-ben, és a unatócsoport névadója, Frakói Vilmos 1872-ben már egy olyan máig felülmúlhatatlan narratívával részletezi az összes átlagosítás, összes forrás ismeretében a követjárást, amelyből azt hihetnénk, hogy tulajdonképpen ez a téma már 1872-ben feltolgozásra kerül, hiszen nem csak a Mennyászki féle által kiadott, illetve a Hahalúja által is kiadott
forrásokat is menni már kézzelapon, hanem az összes követ jelentést, kirendzei követ jelentést B-sben Rómában használja. Ezek már nagyon értékes részei az ő narratívájának. Használja a Barberini palotát, az uralkodó Barberini család, elő fognak még kerülni párszor. Irattanak át benne a munciós jelentéseket, államtitkársági jegyzőkönyveket. Nem akarsz ki őket teljesen. Ugye Frankói olyan, hogy a múltak egy járatába, varrak rendszerébe, bevilági fátjával, és már is megy tovább. Viszik az érdeklődése, viszik tovább. Itt azért azt is mondhatjuk, hogy olyan típusú forrásokkal ismerkedhetek meg, amelyeket teljes mértékben is a maga, mondjuk azt, hogy történeti mélységében nem biztos, hogy szándékozott föltárni, tehát narratívájában az eddigi eredmények által is tulajdonképpen jól ismert ellenvéteket talán tompítani akarta volna. Ugyanakkor ez a Frankói-féle követség leírás csak magyar nyelven jelent meg a nemzetközi kutatás számára, sosem volt ismert, ugyanakkor magát az esemény, mondjuk a Pásztortól és August Lehmanntól kezdve, ilyen ismertem említsek, egészen a jelenkori, de kell, hogy a csúszot emeljünk még ki, minden korszakkal foglalkozó francia, német is, és Maria Michel személyében olasz történész is érinti. Röviden ismertetik az eseménynek a menetét, de mindjárt sürgetik, hogy valójában a teljesebb megismerése ennek a követjárásnak még várva. Magában, tehát körülbelül leírják azt, hogy Pázmány április elején 1632-ben Rómába érkezik, pápát bevonja egy protestáns ligára, jelentősebb segítséget kérjen anyagilag, illetve a francia király a szembeni diplomáciai fellépésre sarkalja. Nem fogadják igazán szívesen mindenféle obstrukciókat, halogatják ezt a tárgyalást, a választást a pápai udvarban. Pázmán voltak éppen dolga végzetlenül távozik, valami jelentősebb segély azért mégiscsak sikerült neki haza vinnie. Körülbelül ez, amit a nemzetközi kutatás mindenki tudott, ugye a Pázmány követségről, illetve tulajdonképpen sokkal részletesebben Frankói-féle leírásnak is ez a lényeg mondandója. Sőt, amit még hozzáfűzhetünk, hogy a nemzetközi történetírásban egy párhuzamos követség, a spanyol kászteri Borcsa, ugyanaz a családolja, a híresnek, hogy Sándor pápát adja az egyház történetnek, követséget is homályosítja, hiszen Borcsa Pázmánnyal ellentétben, hát egy nyílt botrány dolgán, Pázmány kérdezés előtt 3 héttel március 8-án titkos konszisztóriumon olvas föl egy tiltakozó iratot, mint a spanyol király nevében. 8. Orbán mindig kifejezetten egy dologban a francia barát politikája ellen, amely olyan lázadás volt, hogy a bírósi kollégium egyik tagja részéről a pápa ellen, amire már ugye jó 100 éve nem volt féltak, és az indulatokat jellemezni, hogy a pápa bátyja, az idősebb Antonio Barberini bíboros, a konszisztórium, a szállalék konszisztóri előterét úgy, hogy lefogják az esemény után, neki akar rontani, volt csak bíborosnak. Hát ilyen jelenti feszültségek, hogy a római kúriában azért ebben a kosztóban már nem voltak gyakorlatilag is. És tulajdonképpen ez az a szenzáció, ami a 1632 tavaszán, hogy a Borcsa-féle protest a nemzetközi történetírásnak a látható.
Miért kerülünk mindezek után most, 2011-ben? Héttől kezdődően Pázmány követség a kutatásainak a homlok elébe keresztül egy nagy nemzetközi vállalkozáshoz kapcsolódóan beszélhetünk erről. Tudnélik, 1892-től kezdve, egy mondat szépen, hogy nyugodtan kívülje, hogy indultam a római német történeti intézetben, de a nuncius jelentéseknek, a császárkivadban működő nuncius jelentéseknek a kiadása, és ezt kérem szépen, ennyi több távlatából is, ugye megállás nélkül folyik ez a projekt, és a 17. század viszonylatában végül is közvetett, hogy lássuk ennek a hatalmas német vállalkozásnak a dimenziókét. 1630-as éveknek a Lady Hattányban, ugye 30-as éveknek az iratai, most kezdte, ugye 2004-től 2016-ig, ugye négy vastos ötemben Regensburgi történésznek köszönhetően, történész nőnek, Otto Beckernek köszönhetően napirányot látni, össze is írtam, négy ötemben 1630 és 1630 között összesen 3463 forrás oldalnyi, ugye van egy olasz forrásszöveg, nincs is a jelentés jelent meg, amely szélsőségesen annotálva van, tehát minden eseményre, adatra, személyre, levéltárgyi jelzetek, vonatkozó összes szakirodalomnak a hivatkozás körülbelül tüntetve. Visszhatáson elvehetem, és jó ezt tükörbe is adtam, lássuk, hogy a német tudományosság mire illetve. Kérem szépen, ott van Becker, a 3463 oldalnak a kiadása közben négy-öt jelentősebb tanulmány tervezetét készített el, amivel úgy gondolta, hogy érdemes foglalkozni. Ezek a szövegek megkezdődik, és új információkat hoztak, és ebből az első bizony tanulmányás Pázmány Péter 1632-ig éri római követjárása. A német, római német történeti intézet folyóiratában, Görögi Forsonyer, az Ivelésen Ásmér Bibliotéken meg is jelentette 2012-ben a tanulmányát, ennek ez a címe, de Skandal, Rome Sunt Cardinal Pázmány Szent Spiegel, de nincs ebből Berichteres Jahres, stb. Ez a tanulmány inspirált bennünket is ennek az olvasásra, meg a recepciója egyébként a kis fotográfiával ugye meg is történt arra, hogy a magunk gondolatokján is hozzáadjunk ezekhez az eredményekhez, hiszen ugye Otto Becker milyen forrásokat használ, a Pécsi Nincsősoknak eredményeseit, a Pécsi Nincsősoknak a Pécsből, és az államtitkárságnak a Fátori Kórián belül, a nunciusokat felügyelő hivatalnak, a Bécsbe írott utasítás. Ezek mindig hétről hétre minden szolgálatban kerültek a könyvbe, részletesen megírták azokat a történéseket, amelyek Rómában Pázmány látogatása kapcsán történtek, és a velük kapcsolatos szentszéki állásfoglalásokat, meglátásokat, szándékokat a bécsi nunciusnak, hogy a bécsi udvar, ugye Pázmány kiutasításának a sokszor ellentétnek, a Szent Széknek és 8. Orbánnak, és a Fátor dinasztiának, a Barberiknek az interpretálásának. Tehát már is látjuk, hogy már a Becker-féle kutatásban, és tanulmányban is, olyan forrásoknak kerül feldolgozásban, nem csak a külső történéseket átmenni, hanem a mögöttes, a diplomáciai kulisszákról, az apostoli szempalota a budoárjaiban és dolgozó stúdióiban és dolgozó szobáiban kijövő szándékokat,
terveket, meglátásokat, érzéseket. Imrék Ákat és Kóbel a játszmákat rányoló című elé, ami ugye a történeti megismerhetőséget tekintve, ezért 400 év távlatából eléggé különlegesen. Na ehhez, amit hozzá tudtunk tenni, egy nagyon érdekes dolog, hogy nem csak ez a forrás olyan enged megpillantást a turisták mögé, nem csak ez a forrás olyan enged megpillantást a turisták mögé, hanem Pázmány tárgyalásairól, ez már tárgyalásairól, pápai kihallgatásairól, illetve a pápa megbízásából, Lorenzo Manzolini, ez egy nagyon fontos név, Lorenzo Manzolini államtitkárral való tárgyalásairól, meg az Manzolini-nek, egyébként fogjuk látni tőlük a PPT-t, megbeszéléseiről, több megbeszéléseiről, 1632. április 9-12, ezeket még tudom fejből, április 26 és május 10-i megbeszéléseiről, Pázmány szállásán tőle volt, amely Szentpéterváradék a Sekres fényében, egy készültek jegyzőkönyvnek ennek Szacolére följegyzésére, amely szintén azokat a szempontokat, amelyeket előbb említettünk, tartalmazzák, illetve elérhetővé teszik a Pázmány tárgyalásának a szóbeliségét. Ha nem is magunk szalagszerű, de szinte arra a hisztori jelentőségi forrásokról szó, és kérlek, ezeket a látásokat érzékeneket tudom, meg kell, hogy figyelmen kívül hagyta, nem voltak teljesen ismeretlenek, ugyanott találhatóak, mint a Jézus jelentés, csak még több ezer kötet, meg a másik végén, több ezer kötet, meg a másik végén, Hanni összkiadásában utalatány, sőt a Hunziató belétének egy-két lábjegyzetében is elmondnak, Becker mégsem használta, ebből arra következtetek, hogy azért ez a több ezer oldal miatt azért nem csak egy személyi munka, hanem nyilván többen dolgoznak a projektben és a jegyzeteknek a gyártásában. Jelenik a figyelmét, és erre van, 2016-ban egy római konferencián, ahol érezett Nunziató belétre, mert ugye úton van, követetben mutatóján végig is vettünk egy követet. Pont bemutatóján ez ugye előkerült, és tulajdonképpen ekkor alakult ki az elképzelés, önhonalazódott, hogy német nyelven között eredményei lefelé magyarra, és nem tudom, hogy magyarra, és hozzáveszünk ezen jegyzőkönyveknek a közlését, és általában elvégzett elemzését, nem csak magyar és angol nyelven, és hát ezt az elképzelést ugye végül ez nem mindig szokott így lenni, de nyelvesen így lenni és követni, és ebben a közös ünnepben az elektronyé a júniusban megjelent és követeste tartalmazva, amelynek az eredményei tulajdonképpen most így szóban is összegezzük. Ez a szóbeli összegzés, ez nem fogja kiváltani azt, hogyha tényleg érdekel a téma, és tényleg be akarsz pillantani, ugye a 17. századi római diplomácia csinálást a kulisszái, hogy akkor ne olvasd el ezt a könyvet, aki tényleg nagyon érdekel, és tényleg el fogja olvasni, a művészetjárni végén fel tudok hajánlani egy tisztelet példány, de minden érdeklődő számára, ugye a kutató csoportnak a honlapján, hogy minden hallgató, ugye szívében örülünk, tud, hogy Institutum Frappolino Turisme, Kalász Viktor kollégánk, a Hogwarts Pázmány és hallgató, a fő szerkesztője, ugye online is elérhető, sőt, ugye teljes terjedelemben le is tölthető és olvasható. Mert itt a emek és egy hosszú nagyú bevezető után semmi más nem fog történni, mint ebben a könyvben foglalt eredményekben egy vázatos összefoglalás és kommentálás.
Mi helyet van ebben belekezdeni, ugye általában az egyetemi előadásban is szeretem interaktívan tartani, és nem csak monologizálni, hanem lehetőséget adni a hallgatóságnak, hogy az eddig elhangzottak kapcsán van valami kérdése, akkor azt most föltehetik, hogy esetleg ne úgy menjünk tovább, hogy valamilyen kíváncsiság kimerjék hivatlában. Nyilván gondolok most az érdeklődő hallgatókra, a mélyebb szakmai diskurzust azt hallgatnak, igen is meg tudjuk kezdeni. Jó, minden világos, 30 éves háború, pár számot Rómába kerülünk, minden eredménye, ugye pusztulásban, mert a Habsburgokkal a magyar történet össze van a Habsburgok történetében, királyság viszonylatában. Alaptörténések ismertek, mélyek, az igazán izgalmas, mélyek történeti megismerés, azonban csak most látunk lehetségessé a Rómtól veterántól publikált nunciatúrai levelezés, Róma is a Bécsi Nunci és a Pápa járatokkárság is, Csiriákó, Rocsi, Nuncius, között alapvetően, illetve Pászló a római tárgyalásainak maradt a történeti kiakrázatlan jegyzőkönyvek, eredetileg római kettes, pártkozatom meg azokat, hogy tudja tartalmazni. Kedves kollégák, én most a következő remélhetőleg rövidebb részben csak nagyon változatosan szeretném Rottaró Beckernek az eredményei ismeretek, hiszen az ő meglátásai, Nuncius jelentések alapján szó volt róla, hogy ez a műhely szintén állítás előadóképül is részt vesz, de hajlókkora nem engedte már, hogy a Regensburgból hozzánk utazzon, ugye csak ennek a kutatásnak a dimenziót is annyi elég érzékeltessen. Nuncius illetőleg idegnek 1892-től folyik Rothschild Becker, Wolfgang Reinhardt-tal, ugye abban az évben lépett az Adriáni levéltárnak a küszöbé 1967-ben, amikor én születtem, ugye, és ennek a vállalkozásnak az utolsó kötet az 2016-ban jelent meg, tehát igenis látjuk, hogy a történész mestersége az mondjuk nem a sprint futó, hanem de a maradó futásnak a zenéjeivel is tudja rendelkezni, tehát ugye a végén nem tudod adni, hogy össze van el, ilyen hatalmas eredményeket, akkor köszönöm eredményeket is tudunk publikálni. Tehát én most semmi más nem teszek, hogy azt a 9 pontot, amiben Beckernek az eredménye összefoglalhatóak, én röviden ismertetném, és utána részletesebben egy szabadabban az állampolgársági jegyzőkönyveknek az elemzésére foglalkozni. Német történész, igazából egy német történész, mit von le? Nem mozdott úrai nagyon alapján rászkáltatottan követségéről. Első krízise, ugye, olvashatjuk is, ugye 8. Orbán pápa, a pápai udvar, ugye, Eszterházy és egy római küldetés, ugye, ami egyetemű névhangjának küldetését, ugye, ezt olvasunk a Nuncius levelezésből, ugye nem csak rendkívánatosnak, hanem kifejezetten fenyegetésnek tartotta, ugyanúgy tekintettek rá, mint a nyílt botrány okozó római Gaspare Borgia bíborosra, ugye a korabeli bíboros jellemzik vezetőjére és úgy számolja Pázmányban, mint akkor az ellenzéket jött erősíteni, de hivatalosan Pázmány azért, hogy a Komából bíboros avatás szertartásnál átessen, már másodalmasan jön császár követként, és ugye a Porta del Popolo, Róma északi papírlátó ünnepélyesen, a 23. tízes magyar huszárok kísérletében így is fog bevonulni, noha Róma már az utazását fűző hozzá gátolja, mert a Ferrarában karanténban az állapják, ugye járványveszélyre hivatkozva, és informálisan már ekkor megüzenek neki, hogy ne akarjon Rómában, ugye császár követként fölépni. A Nuncius jelentésekről, illetve pontosabban a Bécsbe küldött államtitkársági utasításokból tudjuk, hogy félreveszélyben és erősítében mindenben az ő érkezésére.
Nagyon fontos a második tézise Dr. Beckernek, hogy ez egy nonsense-et volna a korszakban, hogy a pápa és a legfelső konfliktusunkban, Maláni és a császári udvar, azok bármilyen nyílt ellenlétbe kerülnek egymáson, úgyhogy északon, Németországban még gyakorlatilag sok szempontból vallásra közelezajlik a protestantizmussal szemben. Éppen ezért, hogy a politikai céljaikat, ugye Rómában, tehát a francia orientációnak a megvalósítását, hogy próbálják elérni azt, hogy a követeket teszik felelősség, viszont ezt a lábutásáért nem vesznek figyelembe azt, hogy ők instrukcióban és uralkodó juttasításra járnak el, hanem személy szerint ugye bocsát, és mellé állítva a pázmány az ő személyes tulajdonságainak, makacságuknak, önhítségüket vádolják. És nem csak Bécsbe írtak Rómából, hanem a többi nunciusnak is, illetve egyházában a legátusnak, Giovanni Battista Pallotónak is, ugye, és a Münchenben is megírják, talán magának, ugye, mégsem adott nagyobb fejedelemnek, hogy tulajdonképpen pázmány egy szomorra, egy megtört, egy nem morális lény, egy megtört ember. Elég komoly kifejezéseket találtunk az egyébként titkosségekre műtelte Csifrán levelezésben, mondja Dr. Becker. Én is olvastam ezeket a forrásokat, de éppen nem azért mondom, mert ezeket, hogyha én nem tudnék ezt kell egyet érteni, ezek nem az én lemonás. Kérem szépen, azt is lehet tudni, hogy Rómán beérkezésétől kezdve lehallgatták, bekocskázták, idézőjelben Pázmánynak a lakását, tartózkodási helyi szerzetesek, szolgák, utcai, úgymond közemberek kísérik és figyelik, hová megy, kivel tárgyal, mennyi időt tölt például Borgianál, ami nagyon fontos és elő fog még kerülni, hogy egyfajta obstrukciót alkalmaznak vele szemben, nem a lényegi kérdései kifogásolják, hiszen azt nehéz is, hogy egy ilyen helyzetben a segítségkérdés, nem a ligába léptetés, hanem ügyrendi protokollális kifogásokkal élnek, kétségbe mondják, hogy a lényegében bírvalósként, a császárnak a követe is, és nem akarják elismerni, és mivel Bécsből tisztázzák, ugye, amikor a követjárásnak fordított idő, az már el is tett. Csak érdekességként fűzöm, hogy ezek nem a vatikáni szempontjából zajlanak ezek a tárgyalások, hogy a pápa ekkor a Kvirinában lakik, ez az újabb palota, egészen 1870-ben ez igazából a pápaságnak a tényleges központja, amit a Róma a Vatikán ritkában használják. Sőt, ugye Pázmány sok szempontból, ugye disszimulációval, színlevéssel is vádolják a pártai udvarban. Tudni, Pázmány viszonylag hamar követsége kezdetén nem akarják elismerni, kiad és köröztet egy tiltakozó iratot. Ez még többször előbb fog a mai alkalommal kerülni. Ez az intermitterendum bosszú kezdetű irata, ez a nem mulasztható el, ugye tudnék, hogy az összes bivarossal szemben kifejtse tiltakozását azzal szemben, hogy ilyen ügyrendi kifogásokkal élnek, hogy ő bivarossal lehetne a császár követve, mert bivarossal az összeférhető, vagy nem összeférhető, és tulajdonképpen amiatt ezt nem csak a pápának és ugye a dinasztikus legitimáció a pápai hatalom másik betéveményesének, a bíboros károsba, ugye 8. Orbán unokaöcsének, Francesco Barberininek küldi el, hanem egyből az a bíborosba, ezt legalább a lázadásnak veszik, vagy próbálják beállítani, hogy Borgianónak a tiltakozását. Sok szempontból az
Az igaz, hogy a spanyolok voltak állandóan 1910-es évek végétől folyamatosan Rómában tartózkodó Borcsa az uralkodó pápai politikának a fő ellenállása, és amikor a pázlák kapcsán elkezdik azt kérdést megkérdezni, hogy lehet-e a bíborosok a császár követve, akkor azt elsődlegesen Borcsa ellenében és az ő eltávolítása érdekében hangoztatják, de nem csak egy alkalmi kifogásról van szó, hanem gyakorlatilag ez a kérdés és ez a konfliktus, hogy spanyol bíboros, vagy magyar bíboros, akik ugye a pápának és potenciális pápa jelölte, úgymond itt hiába katolikus, de úgymond idegen utalom képviselőként jelennek meg Rómában, és próbálják vallásra megfontolásolni, meg külső politikai megfontolásokból, hogy a pápai udvar politikáját befolyásolni. Ez az a fordulópont, amit oda vezet a következőben, hogy próbálják ezt a problémát megoldani. Egyszerűen és nagyon praktikusan, ennyi kérdésként nevezheti bíborossá, nem baszokat. Nem kívánnak még egy ilyen lázadást, és még egy ilyen húzatonát, mint Borcsa és Pázmány esetében. Kérem szépen, egy ilyen statisztikai adattal tudom ezt kiegészíteni, 1500 és 1800 van egy vizsgálat, ami azt mutatja, hogy az ekkor kreált 1154 bíborosa, több mint a 80%-a, olasz, és a maradék 20%-a, több mint a fele, az 1932-ben kreálásra. Egyértelműen ide költhető ez a fordulópont, és ugye ebből következik, hogyha a bíborosok kollégiumnak van egy része olasz, akkor belül választó pápa is nem lehet más csak, és olasz is, ugye 1978-ig ugye tart ki ez a tendencia. Hatodik lépése Beckett-féle kutatásnak, hogy a pápai politikának ez a, mondjuk azt, hogy Pázmány diszkreditálásának irányuló termékenységbe nem akarnak a császárnak segíteni, de ezt nyilván nem mondhatják meg, végezték elég a katolikus uralkodó protestáns támadást, hogy végezték elég a katolikus uralkodó katolikuságát nem akarnak támadni. Viszont értünk rá, hogy miért el is hangzott, hiszen az itáliai papírok túlsúly, részben spanyol, részben osztrák hangzó befolyás is. Ellentétben áll a pápai állam, nem a pápai mindegy házszüleg, pápai államfőnek az érdekeiben, és próbálják egy Pázmány személyére, bocsánat, egy Pázmány személyére ráterhelni a konfliktust. Ezen azért az Európai Unióban, Bécsben és Madridban is átláttak, és a pápa és spirituális tekintélyen. Ami a reneszánsz kapott, ugye azért már eléggé megkopott, azért van egy Trienesi nap és pár évtized, és egy 5. Szent Pius pápa, és van maga, ugye 16. Gergely pápa, de adták el, hogy a pápája egy jezsuita expanzió, az olyan 56 év alatt azért ismét a magasságban emelkedik. Most 1632-ben az Európai Politika csináló személyben, de Pázmánnyal kapcsolatos római történések nyomán kezd háttérbe szorulni, és a nunciusok is, főleg a bécsi nunciusok, mint a Csiriákó Röpcsi, aki akkor Bécsben ugye a pápai követ, befolyás az érdemi boltokat csinálásra, nem lesz már a végén, hiába szeretett ott a protokollális ügyéseket, a nunciusok nem lesz már a
hogy nem csak a konvulciósoknak a szerepe csökken, hanem általában sem hívja a kúrja, de Pázmány Pécsben mondjuk azt, hogy bezavolálni hitelétől, diplomáciai, ordinusi hitelétől meghoztani. Vannak más információi is, nem csak Pázmány jelentése, nem csak a konvulciósoknak megy a végelőzős, visszatérünk diszkreditálásai gyújtnak el Bécsbe, hanem Itáliában tartózkodó német főuraknak a levele is tartoztak alá, például egy úri Egenbernek, egy Milánból egy levele is tartozták alá mindazt, amivel a Rómában Pázmány vádolják, és a Becker-féle elemzésnek az utolsó két pontja következik. Egyfelől olyan nyilván nem tudják Pázmány hiteltelenítve, hogy Bécsben komolyan gondolóra veszik azt, hogy biztosítják különleg, hiszen már nyilvánvalóan komolyatos volt, nincs egy jelentősebb pénzsegét csak tudott Pázmány hozni. Becker számára ez tulajdonképpen új, mi már tudjuk, hogy azért a magyar kutatás ezzel foglalkozott, hogy visszakarják küldeni Pázmányt Bécsből Rómába, Pázmány hajlandó menni, de végül ezt a pápai diplomácia heves ellenállás a római történésekre hivatkozva végül megakadályozza gyakorlatilag, hogy egy Pázmány perszónak rátában nyilvánítják, és ugye mindig következmények vannak, nagyon érdekes számomra is végképpen érdekes, hogy mi történt 11. században a magyar egyház vezetője és az egyetemes egyház fejek között. A konfliktusnak a következményei, ami egy diplomáciai, hatalmi konfliktus a 30 éves háborúnak az előtteiben, az igazából a magyar egyháznak, ugye, hogy az egyháznak a római kapcsolatai érint, és a magyar egyház egy időre eltávolodik a Szent Székből, erőteljes lendületet a Szent István hagyománynak a kidolgozása, hiszen ugye a magyar egyház az úgy apostoli egyház, hogy egy apostoli király alakítja, és igazából tulajdonképpen a feje, az apostoli király utóda, a Szent Trónában megkoronázott uralkodó, és csak önként is tudjuk a pápának az egyház főségét. Tehát ez Beckernek az utolsó tézise, hogy ez a diplomáciai konfliktus az a hosszabb távon a magyar szentszéki kapcsolatokba belekerül. Szent Trónban egy irodalmi koronban és a Tiánon konfliktusa, ugye eladja múlva, de a magyar szentszéki kapcsolatban. Színfalak mögé, ugye, számítók és csak így a barokk intrigák kulisszái mögé betekintve meg írt, és akkor most az előadásnak az utolsó harmadában, akkor röviden nézzük azt, hogy mit tudunk mindenhez hozzátenni. Az ember a pártai államtitkársági jegyzőkönyveknek a hivatalából. Itt is lesznek érdekesen fontosabb, de kevésbé érdekes, de lehet, hogy hasonlóan fontos pontok. De az úgy, hogy itt látjuk ugye a államtitkársági jegyzőkönyveket, mi mind Lorenzo Azzolini államtitkár körbőli, és hogyha jól megnézzük, akkor az egy, és itt meg is érthetünk, hogy egészen mostanáig ugye a történészek figyelmét miért is került el. Ezek nincsenek nagyon szépen írva, de ezek olasz adatások. És gyorsan a tárgyalás után megtörülünk. Két alkalommal a Zoli is írja a pármára, hogy bocsánat, olvastam a tanulásra. Bókor egységében, de a kis olvasatú
írási, fontosnak tartotta, hogy mielőtt informálja a pápát az eseményekről. Itt az egyébként ez egy viszonylag szervez magának az első április 6. audienciának a lejegyzése, ugye, ami Pázmány először hallotta pápától. Hát itt is 9 részt is lesznem ismertetni. És talán az első egyik legizgalmasabb a 9. rész, tehát érdemes így van, hogy legizgalmasabb, és még az irodalomtörténeti kutatás számára is, ugye, újdonságot hozó a 9. rész, tehát érdemes. Kutatás, a maga ez az első sem érdekelne, de így szólal. Kimutatóvá válik, de Pázmány lojalitás váltása, Pázmány Péter 8. kormány kánoni tiltása és saját kezdeti fogadkozása ellenére végül minden tisztesen felták az 1632. április 6. pápai audienciák elhangzottan volt a császári tilkos tanács előtt, május végig záró jelentésének. Mit jelent ez? És a monikának bevonulás után fogadják a Jószai Orbán Pázmány, előterjeszti a császár nevére a kérdéseket, és utána kér engedélyt arra, hogy bizalmasan szólhasson a pápának, a pápa ezt megengedi, és akkor együtt álló. Hát Bécsben viszont tudnak arról, hogy a Vantovátrán foglalatán milyen titkos adatok kerültek elő a pápa és a francia király szövetkezéséről, terveiről, Genovába is kerültek hasonló irodok, és hogy a pápa ezeket felháborodottan cáfolja, és kikéri magának, sőt, arra hivatkozik, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy már ő írt a pápai királynak prédét, sőt, egy saját kezű levelet, elmondja a francia királynak a két szövetségből, és ezt a prédét, szintén már Ludwig von Pásztor is a másnap írták el és küldték el, újra visszatartára Orbán úr közben elkezdett. Na, szóval én ilyenekről beszélek Pázmány audienciáján pápos többször múlva jön, fennhangot kérdi magának a vándorok, és a végén megtölt a Pázmánynak, különféle pápai korábbi bulát nyilatkozva, erről bármit is bárkinek földállon, és Pázmány ezt be is teszi. És valóban, amikor a következő napokban beszámol Bécsnek az itt elhangzottakról, akkor egy részletesebb jelentés törekvényében, hogy a törekvényét határat mutat föl, írja is, hogy ő ezekről soha senkinek nem szólt. Igen ám, ez a jelentés töredékhez valamilyen módon hanulinak köszönhetően júniusnak Bécsben érte, július elején, július végére, Pázmány Bécsben érkeztének dátumában datálva, és legutolsó forrás, ugye, az is ment át, hogy betű, és azt mondja, hogy Pázmány az esélyén azért be. Igen, amikor elolvasunk ezt a április 6. állomlátásnak jegyzőkönyvnek az audienciából, akkor azt látjuk, hogy azok az ügyek, amire 8. Orbán Pázmánynak a hallgatására kapcsolat és Pázmány esküvőt elfogadja, azok az ügyek mind szerepe lennek május végi Pázmány záró jelentésnek. Mind szerepe. Amiről ugye még egy utána tanuljáttal, utána közül tévesen, ugye töredékből azt hittük, hogy voltak olyan részek, amiket nem állt el, most már ismerve, hogy mi hangzott el az átadottásnál jegyzőkönyvben, az átadott és nagyobb előadások, tévesen, és ismer, hogy mit foglal Pázmány május végi záró jelentésére, mindenkinek, mindenkinek,
ugye van egy később adnál ezt a szirotot, látjuk, hogy Pázmány római hónapjai alatt van egy változás. Benne is, de a római történések nyomot hagynak, és tulajdonképpen még Rómában érkeztek, hogy megfigyelhető lojalitásokkal kívánni. A római végére, ugye, amit esküvően fogadó bírós kinevezés. Látva barbaréni római politikát, római út a végére, Bécsre való hazaérkeztére megváltozik, és identitásában már csak az egy császári titkos tanácsos névolta, és lojalitásra kimutatható, de miért nem is, hogy a filologizálva törvény forrásból, kimutatható, hogy Pázmány identitásában egy komoly törvési változás. Úgy érkeztek meg, hogy a császári titkos tanácsos, császári miniszter, és így ugye pápai miniszter, de már ugye úgy megy haza, úgy érkezik haza a Bécsbe, mint aki kizárólag csak a császárinál és a pápainál nem tartozik lojalitásra. E változás, hogy a hosszas belső küzdelem után a római közösség legvégéig ettől kezdve halálmányi Pázmány, ugye a Kormányi Pázmányi dinasztia ellenfele, a Barberényi ház ellenfele, a Pécsi úrban egy héjára az itáliai politikában. Nem csak a Barberényi tekintetek rá ellenségként, na ez a viszont, ez volt, és így látjuk, hogy kik a Pécsi politika csinálói ekkor, de nem csak máshogy feljön, hanem ugye Gembert herceg, akinek a fia, ugye Itáliában az ifja helyenben, ugye Anton Wolfram, ugye bécsi küspök, akinek az udvar Pázmány után már hiába kér bírja, és hiába császári főminiszter, ilyen fázol tendenciák kérdében már nem kaphatja. Tehát ez az első tézisünk, hogy kimutatjuk már válik, Pázmány hívott egy esküszegésnek. Dinasztia tagjaival, hogy ezek nem olyan dinasztiák, mint a Habsburgok, 4-500 évig, hogy a Valóvárdi a Burgon, Hermet hatalmon, hogy 10-15 évig lettek hatalmon. Ez alatt kell ugye kiépíteni az államszerkezetjáróságot, lényegtelen ugye dinasztikus hálózatban az állam működése, ezt akkor fog ilyenkor építi. Ez a barbelék működtet, ez a barbelék egy kicsit túl jól sikerült, egyenes években egyébként állomásztatás súlyos jelentenek. Itt van talán a barbelieknek a római palotája. Jó. Második tézis, viszont a rövidebb tézis lesz az Adzsoljának a folytatott tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderül, hogy kompromisszumként kompromisszumként kezdetem, hogy a liga kötés, a szent újabb szent liga létrehozása a tárgyalások középpontjában, hogy kompromisszumként Pázmány maga javasolja, hogy az a részletekben folyósítató segély, ami korábban a pápa már megígér ebben a rendkívüli helyzetben, de 150 ezer milliónakon kalléról volt szó, egy összegben kerüljön folyósításra. Ez tulajdonképpen azért fontos, mert adatolható, hogy Pázmány érdeme, személyes érdeme, hogy legalább egy összeg, ami, és egyébként a legnagyobb összeg, hogy császári dövet 30 éves háborúval, magával, próbáló képbe, az végül megadásra került. Pázmány fő célja nem ez volt, hanem az angyal által, 5. Sixtus pápa által, ez 4 millió aranyból egy erősen összetett a kiadás múltánkodó. A 5. Sixtus rendelkezése az
lehetővé teszik ennek a felhasználását, hiszen ha nem is a megkívánszi állam, de a katolicizmus végbeszéléről van szó, ezt ő a margaritén keveselően megtagadják. Itt a lázadat edzőkönyvekből azért látszik, hogy már ezek kész volt a katolicizmusra. A harmadik pont az olyan semmit mondónak tűnik, hogy a edzőkönyvek elemzésének fontos eredménye, hogy test közelből láthatjuk, hogy az egyébként kolerikus alkatú magyar fűmag, bár hátrányos a taktikai helyzetben volt, azért a szillelésnek az eszközével, de a római vatikáni virináli prelátusokhoz hasonlóan mesterének ért, de a barokk kornyok a csinálásban a szillelés az egy bevett módozat, egyébként nem sokan a barokk módozásnak a gyakorlatában. Miről van szó egyébként példát a kuriáni szillelésre? De április 24-én fogadja Dobaszonyi Borbán másodszor pásztányra a vigyencián. Április 24-én. Itt ad, ugye, követi Cézusa a végleges választ, amit a rendesnek követnek, eltelt a több hét, húzadóra után végleges választ Pázmány a császár felében előkerekeztett kérdésére. Felolvas egy irományt, hogy hozzá olasz nyelv. Egyébként Adzoli írt az államokhez. Az irományt, ahol szép olasz törvmagokban leírja, hát nőt, adna pénzt, de pénz nincsen, de lehetőségei szerint annak adódik adni területnek. Leírja a szép törvmondatokban, azt, hogy egy igában nem tud belépni, mert ahhoz ugye a több olasz államok többek között Velencének a hozzájárulása is kellene, és különben is Itália nincsen végbeszélben, ő ekkor érezni magát indítatva. És megint leírja, hogy a szép olasz törvmondatokban a francia királynak ő már minden meg. És akkor Pázmány kérjék, hogy akkor szerintem, mondjuk itt a házatot, tessék már ide adni, hogy akkor ez alapján nem, hogy van, ugye, nem mondja a botlásával, megvan a lejelzés egyébként, ugye elő az audienciával is, de rosszul érünk meg Bécsben. És erre mondja a 8. korban, hogy hát a pápának ez nem szokás. És ugye ebben a barok mondatban van, és akkor legyen ez úgy, de hogyha akarja, még egyszer, akkor még egyszer felolvassa. Nem érted, akkor még egyszer elolvassuk. És kérdezték el, Pázmány valóban arra a mondatra nem figyel, hogy nem mondjon a pápa segély, de abszolút rossznak, de valami lehetősége mégis a nyílítés is valami fog ülni. Azt írja a Pázmány, végül a pápa, semmi nem fog. És már ekkor megszületett a döntés, erről a 150 ezer dolog, de amit előbb említettem, ez egy terhésére, ezt nem mondják a Pázmánynak, hanem még Pázmány a Rómában a titokban elindítanak egy rendkívüli nuncius, Girolamo Garibaldi Bécsbe, és ő viszi a pénzt. És ennek a hírét. Miközben Pázmány azt mondja, hogy pápa semmit nem fogadni, és minden egyenlő a lányok radikalizálódik, közben Bécsbe megérkezik, hogy viszonylag jelentősebb ilyen pápai a rendkívüli Pázmány mit csinál, hogy jó, hogy ilyen disszimulációs közegben mivel operál. Kétségkívül azért, hogy bizonyos szempontból energikus a fölítése, ki tudja sajtó, hogy ezt a korlátozott segélyt, amit azért annyira ne becsüljük le, mint egyébként némely történész. Ezt valóban tiltakozó. Összességében, és valahol tárgyal tudok a Borzsával, valahogy az ügynök jelentnek, hogy tennek a kijelentéseket. Összességében, amikor a Rómából távozik, elégedetlenül tartja magát. Nincs, amikor botrányról beszélünk, akkor ezek ilyen színfalak mögötti, a diplomácia berkeiben zajló botrány. Nem így a mai, ugye, viszont ha kell gondolni, a közvéleményen keresztül, ugye, percek alatt, ugye, terjedhetnek információk. Bár 90 pont hamarosan következik a
közvélemény vagy valamilyen módon itt is meg jelenni, viszont mihely Rómát elhagyja, gyakorlatilag úton úgy félre, hogy mindenkire szintja a kormány és az uralkodó pápai rezsimek, és Bécsben ugye a legfelháborodottabb módon azzal kapcsolatban, hogy bánnak vele. Rómában ezt ugye látom a legkezdőre a politikális úr Rómában borzasztóan rossz névet vették tőle, hogy úgymond színűleg legelények áldozik, utána pedig, az asztalmas. Na, negyedik pont, hogy borzasztóan érdekes pont ez, három tanulási jelzőkönyvek olvasgatása közben, itt látom mindenféle bíboros falatokat így fölróban. A tendenciós sírelméje felé kérdezte Pázmány, mit a helyében, amelyek azért hát mindig uraságot, eminenciát, így úgy, de mentek a tárgyalások közben, arcol így az adott lapok, egyszer így akad ki, hogy hát tulajdonképpen ugye mindenki Európára, bíboros egy császár követeként, hogyha ennyire nem tulajdonított az ő föllépésének értelmet, lényeget, az ő egész bíborosok alapja nem való másra, hogy akkor vett át, vagy először, hogy akkor adják át, amikor 29-re kinevezték, hogy csak a birtokot küldik, hogy a sírja felé felakasztál, tehát tulajdonképpen csak egy 10 érdemi jelentőségnek az ő bíborának nincsen, és mondom, utána néztem, egészen a 20. század végéig, még Hume Westminsteri érsek esetében találtam például az volt hagyomány, hogy a meghalt bíborosoknak a bíborosi kalapját, az tulajdonképpen majd megyekülődik, ami ugye ez orrának vált a testasztal, a sírjából helyezték, vagy ha az nem volt lehetséges, akkor a sír közelében a Széchenyi háznak a mennyezetnél fel. Indulatos kifakadás. Nem tudom, számomra, hogy aki Pázmány bíboros, hogy lecsődik Pázmányra bíboros ér, és így is kerül megjelenítésre, Ő úgy látszik, hogy egy esmélyaként szerzetesként, és egy ilyen római attitűt látnám, hogy a személyes útjéknek ez nem volt. Ötödik, ott egy kis intézményi történet, és intézményi történet. Ez a Lorenzo Manzolini, ő még nem az a bíborosában, tehát aki késő pápasági történetében meghatározó szerepet játszik, nem egy Alderánó csíli, a 11. pincének a bíborosában titkának. 11. pincének jelentő szerepe van Magyarországi történeti felszabadításában, akkor mögötte legalább annyira jelentő szerepe a tényleges diplomáciának intéző bíróságon titkának. Nem is egy konszáli, ugye, bécsi kongresszus idejéről, nem is egy Mariano Rampolla a 19. század végéről, és nem is egy jól ismert kiemelkedő Puccini, Pacelli, Lorenzo Manzolini, még egy munkás tárgyú körmörő tisztviselő, aki nagyon fontos tárgyalásokat folytat, de és műszervező már a politikát, egy alárendelt szerepben van, egy munkás, hasznos tisztviselő, fölötte, mi ott áll a dinasztikus elnök szerint, ugye a bíboros, meg most Francesco Barberini, azon, hogy mindig az ő nevében fogalmazza az utasításokat, ezt javaslatokat a saját nevében, de az ő szerepben is hozzájátszik ahhoz, hogy később ugye a túlköltekező nepotizmusnak, hanem a sajátos pápai dinasztikus intézmények a válsággal, hogy idővel összemosódik a bíboros nepos, a munkás államtitkár szerepe, és a pápa után ugye már ez a vicepápa szerepén, ilyen fontos személyiségek jelennek meg, és fontos pozíció, ez a betöltésben, Csibó, Konszáli, Pacsen esetében. Egyébként szolgálatai fejében Hadzolini is közel állt a bíborhoz. Hát, hogy
tehát így nagyon érdekes, hogy, hogy ugye április második, és augusztusban meghalt, viszont a fiatal, hogy nem már évesek. Hát ez volt így a elemzésed és a tudatásnak a római művészeti történet vetülete. És hát tulajdonképpen a hatodik pontjait értelmezés, hogy ha el akarjuk helyezni másnak a római átjárásokat, amelyek azért ezen előadásban nagyon sok izgalmas részlet értelemszerűen nem hangzott el, de a könyvelések rakomírásában szerepel, akkor hogy ez azért túllép a pápa császári szónak a keretein, és azt lehet mondani, hogy egy össze-európai dimenzióval lehet értelmezni, mert nem csak, hogy egyeztet, bocsánat, jobban közösen lépnek föl, és nagyon érdekes, hogy nem csak a szentszék irányába, hanem az ott jelenlévő teljes diplomáciai kar irányába. Ez egyébként főleg a helyi imádói államba jelenik, tehát a pázmányi, mint egy intermezzóban, egy nagyon fontos intermezzóban az összeeurópai diplomáciai rendszernek a részese, a sokat emeljete, és itt a képen is látható, olyan Kászter borcsával. Ezt igazán ugye az eseményeknek a diplomáciai történeti értékeléssel segítem elmondani, és tulajdonképpen fontos nézéspontban a nemzetközi tudományosság, a 8. Orbán és a 30 éves háború részben a kapcsán még egy borcsak nézéset tud beszélni. A pápa titkos francia orientációja, borcsak fellépése nyomán ugye eszkalálódik, és derül ki, szerintem számunkra és az eddig elmondottak alapján elég világos, hogy ezeket a munkákat, hogyha újra érnek, most már evidens, és ennek a könyvnek rendőrhetőleg ez lesz a historiográfia hozadéka, hogy borcsaláznányi részéséről beszélhetünk a 30 éves háborúnak a tetőpontjára. 7-8-9, van egy bő 10 perc, és már csak 3 pontet sikerült tartani a másfél órás kereteket. Szó esett a Becker-féle pontoknál is, hogy Pázmányt vissza akarják küldeni 32 után Rómába a Habsburgba. Ilyen bőrökkel, ugye, aki már a Vardagot jól megmutatja. És van egy elszólalása, április 12-ben. És 12. tárgyalás Marazzolininek, mert arra utal, hogy ő már ekkor foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a követsége 5-6 napja volt itt, tehát semmilyen feszültség nem volt, és hogy az ellenzék erősítésének jelent vissza, hogy ő Rómában kínál élete, bíboros, hogy élete hátra lévő éveiben tönni. És itt egy teljesen hosszú gondoltam, nem 32-es római követség kapcsán megtudjuk föl, hogy Pázmány vissza Rómába, hanem ez már 32-es követség is annak az eleme, a Habsburgok, és hogy ezt Toros Marítéból és a Marítéból is, és hogy a spanyol tetszőkönyvek, a spanyol résztől is az volt ekkor, hogy a spanyol Habsburgok már korábban Pázmány bíboros kinevezés volt számított azzal, hogy őt Rómába kell vinni, és ott kell kapni az ő talentumait. Ez a jegyzőkönyvben megerősítésre. Ez a jegyzőkönyvben megerősítésre. Kerülés hát ugye számomra egy roppan érdekes gyermek, hogy 1632-ben vagyunk. Pázmány ő alapítja az egyetemet. 35-ben. És ha rajta múlik, és a Barberiné nem akadályozzák meg, akkor ekkor már végül Pázmány Rómában működött volna, vagy bíboros protektorként, vagy rendes császári követként. És ennek a
hazai terveit találkozta volna a nemzetközi karriernél? Hát, de nem tartjuk valószínűleg, sőt, miért lenne Pázmány Rómában? Hát, hogy így a korabeli Európa fővárosában, ugye a diplomácia nagy játékterei, ugye a teátor, mondó, világban a színházának színtanán, ugye nemzetközi szállokat mozgatva, ugye egyrészt vegyen ezt az európai háború bezárását, a másrészt ugye a nagy államnak több elő összefogásnak a megvalósításában, tehát valószínűleg átlátott sokkal többen kerül a nemzetközi dolgokra porolják, mint dolgozat. A egyetemet meg alapít, ami még a Rómában is lehet, nem? Tehát kiadja, sőt, hogy a pápai megerősítés is, amit én megkapok az egyetemet, csak tudnám, de erről fogok írni. Ugye, könnyebben meg tudtam volna tenni, de akkor tudtam, hogy megírja, pénz meg volt rá, nem előkezett tanítani, abszolút a Tomány Jezsuitája, és tehát ő még többet forrásokat is tudott volna Rómában szerezni, tehát igazából ez a rejtély, hogy Pázmány mit akart volna, és mi lett az egyetem alapítása, ez így nagyjából most már végre megoldható, hogy 32-es követsége is egy hosszabb romai tartózkodás összefüggésében kerül elő. Kész volt erre, de ez kifejezetten azért, hogy jobb lehetőségekkel dolgozhasson, mint így a magyar politika érdekek. A 8. pont itt igazából egy korábbi kutatási rendnek a megerősítéséről van szó. Itt jelenik a Marti Tiborral és Magostori Tiborral, aki nem volt, hogy nincs itt, ő dolgozik, publikáltuk valamikor 2013-ban a Magyar Sinokban, ugye Pázmány instrukcióját, külön instrukcióját, ugye Bécsi fogalmazták el, ami a Liga, tervezett Szent Liga kapcsán határozta meg terülünk, és már ebből kiderül, hogy nem egy tervezet elérkezett Pázmány Rómával, hanem a császár és a spanyol király között egyedik fülök között megkötött Márványhídjának a szövegével, ez kellett volna a Róma csatlakozásán elérni. És ugye egyébként a korábbi kutatásból ugye tudjuk azt, hogy végül Madridban, az Eszkoliában sem is főpoltokat csináló Olivares herceg, gróf herceg, mondhatjuk, számos volt, főleg Német-alföldi kihérnelei miatt, ott a spanyol érdekeltsége miatt elfogadható ez a tervezet, és figyelmesen olvasva a jegyzőkönyveket, madridi nunciatúra útján ezt Rómában tudják, és ezért is többek között elutasítva a Pázmány szövetségi terveivel kapcsolatban, és így tovább igazolhatjuk azt, hogy a Pázmány nem csak Rómában kellett megküzdenie a szövetség kapcsán, hogy olyan szövetségeket képviselnie, a Habsburgok sem jártak meg egyet, azért ilyen konstellációban még ugye az ő zsenemű társaság működhetett és kiváltott megoldást. Egy okoljválasztás, főpontot csinálni, így valaki az ott a színpadonra, akár Pázmány küzd vagy kókánál. Ha ő a 9. pont, ő a 9. pont, ami nem a Vatikáni anyagra alapozódik, ugye ilyenkor lehetőség szerint egy ilyen olyan keretére nem állt a szállat elve, akiket utána nézni minden lehetséges forrásnak, észszerű határnak felül. És kérem szépen, Frankói többször idézi, ugye Barda témájában, Pázmány követség hivatali primás egyházi levéltárban. Hadd, hogy ezeket kiadja, nem idézi. Valahogy nem találta meg, de a Pázmány összkiadásból hiányoznak. Én azért gondoltam, hogy nem áll azért készen lenni, egy ellenőrzés megér. Kérdezték meg, mit látunk, mit találunk itt? Azt találjuk, hogy Pázmány fogta az eredeti követségi hivatalit,
párja elé adott, amilyen leveleket az internetre nem posztolt. Egyebeket lehúzta a megszólításait. Nézzük ki. Lehúzta a megszólításait, hogy kópia. Scrivien ilyen disznik. Dobbi Carmelo Barber, Emilia Dissimo Domino Carmelo Barber, 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 Ex-Pippi, elhozza a megszólítást is. És egy címmel látja el. Meg a címeket is pénzáll, átülő szövegeket kívül. Azért a dolgok közé. Majd így az egészet, egy tisztázat, aztán az átülő szövegeket is kihúzogatja. Tehát van egy alkotás. Az összes iratok kb. Egy ilyen 20 oldalas és klasszikus tisztázatban össze írja, és egy tisztázat üzenetet elhez. Hát én érdekel jóval, hogy ez nem más, hogy Pálcán egy színlelésének a barokk politikai disszimulációval vagyok is én, ugye is ilyenek mellett, foglalkozott azzal a gondolattal, hogy követségek az iratai, közé fogja tenni, és a római kúriának a sajátos politikáját, azt ilyen módon is, de tudom, nem csak a diplomácia kulisszái, mögött, hanem az európai közvélemény. Megerősíti a gyakorlat, hogy hasonlóan készült Anzolini-nek egy emlékirata, amely egészen pázmány követ, és a Vatikán könyvtárban található, ami egészen pázmány követjárásig bezárulva, 1629-28-29-ből ezt egy lényegére a pápai politikát. Egyik se jelenleg, tehát mindezek a különbözések megmaradnak, hogy a kancellár, de mondjuk a mögöttes szándékokra és indulatokra a tervezett publicisztikai harcnak az opciója, az fényben, ami Pázmány is belátta, és Bécsben sem kaphatott hozzá támogatást, hogy katolikus bíboros és egy katolikus császár, de protestánsokkal szemben küzdelme tetőpontján pápával szemben sajnál adjárat, nem biztos, hogy soha. Sokat profitálnak, hogyha az egész úgy adta került és a hímás levéltárban található. Mi okozta a pásználi udalkozat? Az államokat következik, kedves kollégák. Kérdeztetek, ez az időszak már ugye abszolút a francia hegemónia kibontakozásának az időszaka, svéd szövetségben, 8. Orbán számára, mint az egyházjában, fejre számára, ez egy száz éves ételei Habsburg gyárkodás alól történő kibúvás, kibúvási megerülési lehetősége jelentett. Vannak személyes kötődései 8. Orbánnak, Karadzsó képét látjuk a fiatal felváltozó, ő bíboros, egy Párizs hangsúly, bíborossággal, egy Párizs valuncius, francia kultúrának mondjuk valamilyen szempontból elkötelezettje. Mögötte ott áll Gusztáv Adolf, Richelieu, Pázmánynak, de 13. Lajos Pázmánynak velük kellene volna fölvenni, és ezekkel a trendekkel a küzdelme. Nem volt sok esélye, pláne úgy nem, hogy ő még egy 8. kerületben római tanulmányai idején látott Rómát, két éven érkezik vissza az Örökvárosban, ahol a vallás volt a meghatározó. Itt már egy új korszellem van, maga a pápa is azzal védekezik, olvasottuk az államtitkársági jegyzőkönyvekben, hogy hát ő egyházfőként mindent megtett a császár érdekében. Hát imákat rendelte, vezetéseket és bőröket. Hát mi többet tudna tenni? Hát ugye államfőként az pedig az egy egészen más kérdés, hát megjelenik már a pápa személyében és attitűdjében is, de a konfesszionalizációs szempontoknak a visszaszorulása és a politikai szándékoknak a
reálpolitikai szemléleten, szemléleten ez hosszabb távon tudjuk, hogy a pápaság szempontjából nem sok jót ígér, hiszen ez vezető a többek között, hogy 1848-ban, amikor a Vesztfália végig megkötik, akkor a pápaságban nem nagyon nap szerepel, csak kicsit megértsük a korszakot, és igazából a barberini korszaknak az elhibázó volt, hogy pont ezek azok a hónapok, amikor a galileai per igazából elkezdődik, és a pápaság nem csak a politikában tesz egy tévútra, hanem a tudománnyal való viszonyul is, ugye megváltozik a korábbi időszakokhoz. Képest és ezen viszonyok között talán békedésbére csodálkozunk, hogy Pázmány Mómai életjárása nem volt egy sikertörténet, ugyanakkor egy sikertörténet a történettudomány számára, hiszen olyan forrásokat adott számunkra, amelyeket köszönhetőleg azért ez az irgalmas korhoz jóval közelebb tudtunk kerülni, mint azt eredetileg gondolt volt, és hogy még mindezt ugye a Vatikánból folyó könyvtárásnak, olvasókállásnak köszönhetjük. Nagyon szépen!